Isten hozott benneteket. Kedves ellenállók, harcosok, barátaim! Itt állunk egy olyan pártnak a székháza előtt, amely 2006 őszén 11 golyót röpített annak a fiatalembernek a testébe, aki a gyönyörű dal előtt szólt hozzánk. Addig nem lesz ebben az országban változás, amíg ennek a pártnak a vezetői nyugodtan mászkálhatnak Magyarország utcáin, anélkül, hogy oda mennénk hozzájuk, és valami nagyon keményet mondanánk neki. Aki ott volt 2009-ben a Gizella utcában az SZDSZ székház előtt, talán emlékszik rá, hogy bizony akkor is arra biztattalak benneteket, hogy ne tűrjük el, hogy ezek az emberek békében, biztonságérzetben, jó közérzettel sétálgassanak Budapest és Magyarország utcáin úgy, hogy a hazánkat tönkreteszik, és ezek az MSZP-sek se mászkálhassanak úgy a mi hazánkban, hogy azt érezzék, hogy ők itt teljes biztonságban vannak, és jó lehet a közérzetük. Akkor azt javasoltam, hogy menjünk oda hozzájuk, és mondjuk meg, hogy nincs keresnivalójuk a magyar politikában. Sikerült valahogy elérnünk azt, hogy eltakarodtak. Legyen ez jó példa. Arra kérlek benneteket, hogyha MSZP-s politikus láttok az utcán, és ezt büntetőjogászként nyugodt szívvel mondom nektek, mert ezzel semmilyen jogszabályt nem fogtok megsérteni, menjetek oda hozzá, nézzetek a szemébe, és mondjátok azt, hogy semmire kellő embernek tartom önt mindaddig, amíg a pártja nevében ki nem áll a nyilvánosság elé, és bocsánatot nem kér a 2006 őszi durvaságaikért és jogsértéseikért. Arra kérlek benneteket, hogy tegye föl a kezét az, aki ezt itt és most megfogadja, hogy meg fogja tenni. Köszönöm szépen! Ugye volt idő, amikor ezt nem tettük meg, és ezért szemtelenedtek el odáig, hogy most például kimerik írni a székházukra, ugye a nemzeti vagyonból lopott székházukra, hogy MSZP, tetszik? Onnan hátulról nem látjátok, egy ilyen van itt. Tetszik? Hát üzenjük, hogy nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Nagyon-nagyon elegünk van. Is, mivel itt most nem egy párt, hanem egy rendszer ellen tüntetünk, hogy bizony menjetek oda a kétharmados fideszes politikusokhoz is, és mondjátok azt nekik is, hogy semmire kellő embernek tartom önt mindaddig, amíg a kétharmados hatalmukkal élve nem érik el azt, hogy megbüntessék a 2006-os szemkilövetőket, és vissza nem szerzik az nemzet ellopott vagyonát. MSZP nem tetszik, mint ahogy nem tetszik az a csillagos zászló sem, az Európai Unió zászlaja, ami ki van téve erre a székházra, és amely zászló és amely jelkép nevében gyarmattá tették a hazánkat. Ez az, amiért itt vagyunk, mert ezt nem tűrjük tovább, és gratulálok azoknak a jobbikos honfitársainknak és képviselőtársainknak, akiknek volt bátorságuk leszedni a gyalázatos zászlót az ország templomának egyik épületéről. Hasonló akciókra van szükség. Erőt kell mutatnunk végre, fel kell emelni a fejünket, és vissza kell venni a hazánkat. És tettekkel kell bizonyítanunk azt, hogy nem tűrjük tovább. Milyen unió az, és milyen példával jár elő az az unió, amelyiknek az emberi jogokkal foglalkozó Libe bizottságának az alelnöke még mindig az a Göncz Kinga, aki a szemkilövető kormány minisztere volt. A helytartóik, hogy mernek a janicsárjaink ennek az uniónak engedelmeskedve annyi fájdalmat, gyötrelmet és szenvedést okozni ennek a nemzetnek. Ezért vagyunk itt, mert ezt nem tűrhetjük tovább. Kedves ellenállók, kedves harcosok, kedves barátaim, egy kiváló magyar hazafilm, egyetlen rövid tőmondat van, három szóban foglalta össze, hogy mitől elviselhetetlen a tisztességes emberek számára az,
ami az elmúlt 22 évben Magyarországon történt. A tőmondat a következő. A rendszernek nincsen vívmánya. Jól jegyezzük meg ezt a tőmondatot, mert ez a helyes diagnózis. És helyes gyógymódot csak helyes diagnózisra lehet építeni. A kiváló hazafi, aki ezt ilyen lényegre törő éles látással megfogalmazta, most nem lehet itt velünk, mert változatlanul házi őrizetben tartja a hatalom. Budaházi Györgynek hívják. Budaházi! 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 Szeretünk, Gyuri, és szeretettel gondolunk rád. És szeretném megemlíteni azt is, hogy van egy másik igaz ember is, aki nem lehet itt, pedig tudom, hogy tiltakozna népnyúzó szabályok ellen, hiszen amellett, hogy kiállt a Civil Jogász Bizottság sajtótájékoztatóján, és elsőként mondta azt rendőr létére, a rendőrtársainak, hogy kérjenek bocsánatot, és soha többé ne lőjenek semmilyen parancsra a nép közé, a honfitársaikra. Nos, ő az a szakszervezeti vezető, aki a legtöbbet tette a munkavállalókért, aki komolyan vette a munkavállalói érdekvédelmet, aki biztos, hogy itt lenne és tiltakozna a megszorító intézkedések ellen, de ő a hatalom börtönében van. Édesanyaként, özvegyasszonyként, Szima Judit. Gondoljunk ő rá is szeretettel. Szabadságot Szima Juditnak, szabadságot a rendszer fogjainak. A rendszernek nincsen vívmánya. Márpedig, ha egy rendszernek nincsen vívmánya, akkor azt a rendszert nem elég toldozni, foltozni, nem elég kozmetikázni, hanem a rendszer gyökerestől fel kell számolni. És olyan rendszert kell a helyébe állítani, amely képes arra, hogy a tisztességes munkából élő emberek számára, vagy a tisztességes munkára vágyó emberek számára, és az ő érdekeiket szem előtt tartva vívmányokat érjen el. Jobb életszínvonalat, jobb közbiztonságot, több örömöt. Erre tartanánk az államot ugyanis. Erről szólna egy rendszer, egy gazdasági, politikai rendszer. Itt és most ki kell mondanunk a lényeget. A jelenlegi magyarországi politikai és gazdasági rendszer megbukott. Nem egyszerűen egy párt bukott meg, hanem egy rendszer. A rendszer képviselőit, szószólóit, haszonélvezőit a politikai és gazdasági hatalomból mielőbb el kell kergetni, és tisztességes emberekkel kell felváltani. A hazaárulók helyett hazaszerető embereknek kell az országot vezetni, a magyar emberekkel együtt, a magyar nemzet érdekében. A pénz- és profitközpontú döntéshozattal helyett, amelyik mindig azt kérdezi, hogy mi a jó a kevesebb pénze és profitja szempontjából, emberközpontú és a nemzetet felemelő döntéseket kell hozni. Úgy kell feltenni a kérdést, hogy mi a jó az embereknek, és mi a jó a nemzetnek. Az, ami Magyarországon van, a nyomor, a szegénység, a kiszolgáltatottság, a bűnözés, annak elszenvedése, nem valamiféle természeti csapások, viharok, árvizek sorozatának az eredménye, hanem emberi döntések sorozatának az eredménye. Rossz emberek hoztak rossz döntéseket, és ez az, amiből elegünk van, nagyon elegünk. Hogyan is születnek ezek a döntések, nem egy frappáns tőmondatot, hanem egy frappáns karikatúrát szeretnék ideidézni. A karikatúrán, amit nemrégiben láttam, és szinte minden kifejez, egy tipikus politikus látható a parlament épülete mellett, és egy tipikus nagytőkés kezében egy zsák pénzzel. A politikus a zsák pénzt köszönettel elfogadja, majd bemegy a parlamentbe. Hogy ott mi következik, azt már nekünk kell kitalálnunk. Tudjuk, hiszen megtapasztaltuk. A politikus pártársaival együtt olyan döntéseket fog hozni, amelyeket a pénzeszák átadója megrendelt tőle. Ezt lehetővé teszi számára az a velejéig romlott politikai rendszer,
amelyben gomnyomásra züllesztett, felelőtlen és gerinc nélküli politikusok hozhatják meg döntéseiket úgy, hogy semmiféle egyéni felelősségük nincs. Nem kell gerinc, nem kell erkölcs, nem kell hazaszeretet, nem kell együttérzés azokkal az emberekkel, akiknek az életét a parancsra történő gomnyomással hozott döntés ellehetetleníti. Sőt, azt tapasztalom, hogy ezek a tulajdonságok, amiket felsoroltam, kifejezetten hátrányt jelentenek a jelenlegi rendszerben a hátunk mögött álló épületet lakó párt, illetőleg a rendszert működtető többi rendszerváltás óta a parlamentben lévő párt számára. Itt az ideje a változásnak. Semmi más nem kell tehát ezeknek a politikusoknak, akik a döntéseikkel ide züllesztették az országot, csak elvtelen párthűség, és a párthűség által azoknak a belföldi oligarcháknak és külföldi bankároknak, nagytőkéseknek a kiszolgálása, akik a választási kampányt, a pártot piszkos pénzekkel támogatják, és akik ezeket a pénzeket állami megrendelésekből, állami pénzekből, a nemzet vagyonából, állami földekből persze, majd sokszorosan visszakapják. És hogy bevételük véletlenül se csökkenjen, folyamatosan megszorító intézkedéseket hoznak. Nadrágszínhúzogatást javasolnak, de persze nem maguknak, hanem azoknak, akik ebben a romlott és vívmány nélküli rendszerben egyre többet nélkülöznek, és egyre többet áldoznak a kevesek egyre nagyobb gazdagodásáért. Nadrágszínhúzást javasolnak és követelnek az ápolónőnek, a pedagógusnak, a tűzoltónak. A kisgazdának, akinek a földjét az ő döntései következtében külföldiek és magyar csókos nagybirtokosok rabolják. Amit pedig még megtermelhet verejtékes munkával, az bűnözők lopják el, akiket az állam hagy szabadon garázdálkodni. Egyenruhás bűnözőnek nem azt nevezik a gomnyomogatók, akik a honfitársuk szemét lövik ki, hanem azokat, akik a kiszolgáltatott, kifosztott magyar emberek védelmét tekintik küldetésüknek. Nadrágszínhúzást követelnek a munkásembertől, aki a külföldi tulajdonos összeszerelő üzemében dolgozik a szalag mellett, teljes jogfosztottsággal, ébérért, amelyet a külföldi élelmiszerláncban kénytelen elkölteni vacak külföldi élelmiszerre. Tévedés ne essék, mindezek emberek döntéseinek következtében alakultak így. Nadrágszínhúzást követelnek a magyar kisvállalkozótól, aki tönkre megy, mert saját hazájában nem őt, hanem a külföldit támogatja az állam. Megteszik. Elfogadják a pártkasszát gyarapító pénzeket, a csókosok egymás közötti pénz és hatalomosztogatását, aztán megnyomják a gombot, meghozzák a döntést. Ráfogják a piac elvárásaira, az Európai Unió elvárásaira, bármire, csak a saját tisztességtelenségükre nem. Megteszik, mert megtehetik. Megtehették eddig, mert nem érezték a nép haragját. Nem érezték, hogy ez a harag rájuk is lesújthat. Lássuk be, mi is követtünk el hibát. A legnagyobb hiba az volt, hogy amikor azt hittük, hogy a kommunizmusnak véget vetünk, nem kergettük el a másoktól lopott rózsadombi villágban terpeszkedő kommunista vezéreket. Nem hajítottuk ki őket lopott villáikból, nem fegyelmeztük meg őket. Hagytuk őket büntetlenül minden gaztettükkel. Nem került sor az 56-os sortüzet elkövetőinek, vagy a nemzet kirablóinak a megbüntetésére. Ezért szemtelenedtek el. Azért, mert egyetlen pofon sem csattan, mert azt hittük, hogy milyen türelmesek és milyen nagylelkűek vagyunk. Itt az eredmény. Ezért nyúlhatták le a nemzeti vagyont, ezért lőhettek a nép közé 50 év után ismét. Mutassunk végre erőt. Ahogy mondtam, erőt mutattunk 2009-ben az SZDSZ székház előtt, és lám, eltakarodta. Azért vagyunk ma itt, hogy erőt mutassunk. Végre.
erőt kell mutatnunk, mert nem élhetünk tovább olyan rendszerben, amelynek egyáltalán nincs vívmánya. Itt és ma nem csak egyik vagy másik párt ellen, hanem egy rendszer ellen tüntetünk. Úgy, mint sok millió ember Európa szerte. Mi sem vagyunk hitványabbak, mi sem vagyunk gyávábbak. Vonuljunk az utcára, de ne csak itt a fővárosban, hanem az egész országban. A rendszernek nincs vívmánya. A rendszer megbukott. Kedves ellenállók, kedves harcosok, kedves barátaim, emeljük fel a fejünket, és vegyük vissza hazánkat, mert nekünk csak ez az egy hazánk van, Magyarország. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldjon benneteket.